Debreceni Egyetem mindig kiemelt szerepet tulajdonított annak a feladatnak, hogy a lakosság, ezen belül Debrecen és a környék, de távolabbra tekintve az egész keleti régió lakosságának egészségügyi ellátását a lehető legmagasabb szinten biztosítja. Úgy gondolom, hogy az a beruházás, ami itt most megvalósult, olyan új lehetőségeket nyit a betegellátásban, amelyek tovább viszik a Debreceni Egyetem, mint egészségügyi intézmény hírnevét, és így hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság egészségi állapota javuljon. Ezen túlmenően azonban kutatási és oktatási feladatokat is ellát a rendszer, és így a Debreceni Egyetem, mint orvosképző intézmény életében is nagyon fontos, hogy a fiatal kollégák megismerkedhessenek a legújabb technikákkal, amelyek a betegellátásban rendelkezésre állnak. A Debreceni Egyetem 824 millió forintot kapott a TIOP 226 pályázat révén egy új lineáris gyorsító beszerzésére. Erre azért volt szükség, mert egyrészt lehetőségünk volt rá, másrészt az összes egyetemi klinikának ez a szintű gyorsítója bekerül a rendszerbe, így Debrecen is lehetőséget kapott erre, hogy egy ilyen szintű gyorsítót megszerezzen. Másrészt pedig szükségünk is volt rá, mert olyan kiemelt centrumhoz illő feladataink vannak, ahol ez a tudás, amit ezt a gép képvisel, ezt biztosítanunk kell. A betegek számára azért jó ez a készülék, mert egyrészt pontosabb, precízebb kezeléseket lehet vele kivitelezni. Ez azt jelenti, hogy milliméter pontosságú kezelés hajtható végre. Ez különösen azokon a területeken fontos, ahol nagyon sok szerv helyezkedik el egymás mellett. A fejnyaki régió, a Kismedencének a régiója ilyen például, ahol nagyon jól ki lehet használni ezt a milliméteres pontosságot. Másrészt sokkal nagyobb energiákat lehet leadni a fókuszra. Harmadrészt pedig, mivel minden irányban változtatható az asztal is, a gépnek is olyan a tulajdonsága, hogy rendkívül flexibilisen tervezhető meg a sugárterápiás terv, tehát a mellékhatások csökkenthetők. Magyarul gyorsabban, nagy energiával és talán kevesebb mellékhatással nagyobb eredményességgel lehet kezelni a betegeket ezen készülék által.